Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Június 18-án új hold van. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. És egy ilyen napon a nap nem tudja megvilágítani a holdat, tehát a hold számunkra láthatatlan. Amit jelent ez az új hold, hogy mi is láthatatlanok legyünk. Legyünk visszahúzódóak, meditáljunk valami felett. Az indiai asztrológia szerint ez az új hold itt az ikrek jegyében van. Itt a képen felül a sarokban. És erre az új holdra kihat természetesen az ikrek jegye. Ezen az éjszakán tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik. Ha gondolod, részt vehetsz ezen az új hold szertartáson. Az energiai egyensúly 4000 forint. A téma természetesen az, amit az ikrek jegye velünk közöl. Ez a levegő eleme. Jelenti a könnyűséget, a kapcsolatokat, a beszélgetéseket, esetleg szerződéseket, hiszen az ikrek jegye felett Merkur bolygó uralkodik, tehát kihat azért erre az új holdra is. De nem ezen a napon kell cselekedni, hiszen, mint mondtam, ilyenkor legyünk visszahúzódóak. Ez az új hold egy kapcsolatban van Neptun bolygóval. Az új hold az ikrek jegyében, Neptun bolygó a halak jegyében, az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, itt van egy ilyen belső feszültség. Mit jelent Neptun bolygó? Az álmokat, az elképzeléseket. Lehet, hogy ez a feszültség azt jelenti, hogy nem hiszel abban, hogy ez az álom megvalósul. De Neptun bolygó az gyakran csalódásokat is okoz. Mégpedig, ha vannak itt kapcsolatok, akkor nehéz átlátni a dolgokon. Nem tudod, hogy ki milyen szándékokkal közeledik hozzád. Lehet, hogy ez egy álom kapcsolat, és minden úgy alakul, ahogy te ezt elképzeled, de az is lehet, hogy valaki becsap téged, vagy hazudik neked. Tehát ezen a napon és a következő napon is légy óvatos, és tedd fel a kérdést, ki milyen szándékokkal közeledik hozzád. Két nap múlva majd a hold áttér a rák jegyébe, akkor változik a helyzet, és a hold és Neptun bolygó között javul a kapcsolat, akkor így előre folyamodnak az események, azt is jelentheti, hogy a víz eleme hat, hiszen a rák jegye, a víz eleme a halak jegye, szintén a víz eleme, amikor érzelmekről van szó, vagy te hallgatsz a saját intuíciódra, és tudod akkor már, hogy ki milyen szándékokkal közeledik hozzád. Ezen a napon, 18-án van egy fontos esemény. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és megváltoztatja az irányt, visszafele tekint. Ez jelentheti azt, hogy kicsit fékezi az eseményeket, és azt jelenti, mindent jól át kell gondolni. De ez a visszatekintés lehet a múlt is. Lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, és visszatér hozzád, vagy nálad lesznek emlékek. Az is lehet, hogy itt kármikus témákról van szó, hiszen Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat, és
ez a visszatekintés jelenti a múltat, mindazt, amit átéltél a korábbi életedben. És itt vannak emlékek is, sőt, lehet egy kármikus kapcsolat, egy lelki kapcsolat kettőtök között. Tehát Szaturnusz bolygó ezen a napon, amikor az új hold van, megváltoztatja az irányát, és így ebben a visszafele tekintő helyzetben marad még néhány hónapon keresztül, ahol a múltról van szó. Az új hold és Szaturnusz bolygó között van egy ilyen jó kapcsolat, hiszen mindkettő a levegő eleméhez tartozik, ami utal a könnyűségre, utal a mozgásra, a kapcsolatokra, vagy a beszélgetésekre. Most összefoglalnám. Az új hold az ikrek jegyében van. Ez jelenti a visszahúzódást és a meditációt. Gondolkodj el azon, mit kellene lezárni a múltból, mit kellene megőrizni a múltból. Azon kívül óvatosnak kell lennünk, hiszen Neptun bolygó segíthet, lehet, hogy megvalósul egy álom, de lehet, hogy ez az álom nem így lesz, és csalódásokhoz vezethet, vagy valaki olyan álomszerűen közeledik hozzánk, de nem hihetünk a szavában, tehát kell, hogy óvatosak legyünk. Két nap múlva, amikor a hold áttér a víz elemébe, a rák jegyébe, akkor javulni fog a helyzet. És ez volt a felvétel. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!